nem véletlenül van ugye 5 millió forintunk a tartalékban. Mert e pillanatban még nem tudni, milyen kondíciók között, milyen pályázati lehetőségek nyílnak meg a település előtt, mondta Simon László. Kismányok polgármestere úgy látja, a tavalyihoz hasonló megfontolt gazdálkodással eredményes évet zárhatnak majd. Tavalyról több mint 6 millió forintot tudott áthozni idénre a gazdálkodás. Az elmúlt évben közel 64 millió forintos költségvetésünk volt, ez annak tudható be, hogy hát több pályázatunk is nyertesként ugye lett kihirdetve, illetve a pénz már átutalásra is került. Ebben az évben, 2019-es évben 26 millió forinttal gazdálkodhat Kismányaközség önkormányzata, ehhez hozzájárulnak a saját bevételek, mintegy 7 millió forinttal. Az elmúlt évi nyilvánvaló, hogy ez a 6 millió forintos pénzmaradványunk, és hát azt örömmel konstatálta a képviselőtestület, hogy közel 5 millió forintot sikerült a tartalék alakba helyeznünk. Nyilvánvaló arra várunk, hogy ebben a 2019-es évben a falu program keretében milyen pályázatokhoz tudunk csatlakozni. A kismányokiak terve, hogy a belterületi utak további felújítása mellett egy autóbuszt is beszereznek, amivel az óvodás gyerekeket szállíthatják a nagymányoki óvodába.